Az utolsó falatok is lekerülnek a garat irányába, és elindulnak az emésztőcső, illetve és a nyelőcső és az emésztőrendszer felé. Jó reggelt kívánunk Lolának, aki hát nem homár, hanem férfi faló. Igen. Nem homár faló, mert az annyira nem ízlet. Inkább leszek férfi faló, mint homár faló. Igen, jó. Őszinte volt, ahogy azt mondtad, hogy egyébként finom. Az volt a fura, hogy én egyáltalán nem eszem ilyen tengeri dolgokat, és ha már meg kellett kóstolni, ez a vajas dolog, ez nekem tetszett, de azért, hogy az egészet nem biztos, hogy megenném. Köszönjük szépen, hogy itt a reggeliben azért feladtad ezt az elvet. Na, beszélgessünk a tunéziai nyaralásról, mert hogy ez sok szempontból különleges volt. Elsősorban ugye azért, mert hát két úriember kísért el téged erre a nyaralásra. És nem az apukád. Hát és nem az apukám. Kik ők? Igen. Ők a táncosaim. Jó, hát köszönjük, hogy eljöttél akkor. Nem, tehát hogy ezzel egyébként persze megmagyarázhatná, hogy jó kollégák, de mi is jó kollégák vagyunk, mégsem nyarulunk együtt, nem? Igen, szóval... Hát igen. Hát mióta dolgozom velük, talán olyan március óta, és egyszer csak gondoltuk egyet, és kitaláltuk, hogy elmegyünk nyaralni, és hogy hát hárman, biztos ez így fura, de hát nekünk nem volt az. Hogy úgy éreztétek, hogy kell már egy kis friss impulzus, vagy egy kis igen, közös meg, új élmény? Meg mondjuk, hát én nem voltam szerintem közös új élmény, 4 vagy 5 éve nem voltam úgy nyaralni, hogy így külföldön, és így hosszabb ideig, és hát ők erre abszolút kaphatóak voltak, meg hát ők is szeretnek bulizni, meg így mászkálni mindenfelé, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt, hogy tényleg ott hárman mindig általában ugyanazt akartuk, tehát nagyon sokat buliztunk, el voltunk. Tehát a tunéziai szórakozóhelyek azok a ti éneklésetekről szórakozó helyekre már nem mentünk ki, de a szállodában egyébként nagyon jól éreztük magunkat. Ez nem biztos egyébként, hogy mindenkinek tetszett, meg nagyon érdekes volt, mert ugye ott nőket annyira nem látsz az utcán, meg tényleg mindenhol csak férfiak ülnek, egy férfinak nem tudom hány felesége van, és én megjelentem két fiúval, úgyhogy a reptéren és mindenhol az... Igen, a reptéren meg mindenhol azt kérdezgették, hogy akkor most melyik és hogy a barátom. Egy idő után már azt mondtam, hogy mindketten azok, mert ugye a tunéziai férfiak, ők eléggé szeretik a nőket. Igen, akkor innen tehát próbáltam ezzel nem védekezni. Tunéziában. Figyelj csak, ott van ez a kép, ugye ott vagytok a hárman. Én nagyon jól mutattak így hármasban is egyébként, de hogy olyan, mintha az egyikhez kicsit közelebb húzódoznál. Ennek van valami oka, szerintem vagy csak elbillentél véletlenül? Szerintem elbillentem egyébként, de ennek nincs semmi. Mennyi ideig voltatok ilyen? Egy hétig voltunk, igen. És milyen programok voltak? Hát milyen programok voltak igazából számunkra, mert az is program volt, igen, hogyha lementünk a tengerpartra, de például az nagyon jó volt, hogy amiket csak szinte filmekben látsz, hogy ahogy ott a tenger, meg a part, hogy ott lovagoltunk félig a vízben, meg ugye félig nem, voltunk tevegelni, nagyon jó volt, csak mondjuk... Zoli, ki ne hagyd ezt a képet. Romantikus volt, akkor megfordulok. Hát a sellő, a partra vetett sellő. Ezt csinálta rólad. És játszottunk olyat, hogy mindkettő instruált, mindkettő külön géppel fotózott, ez is egy ilyen szórakozásunk volt, mert rólam még soha nem voltak ilyen fődőrös képek, aztán gondoltam, hogy miért ne. Hú, hát nagyon bevállalós voltál, bátor. Kapkodnának értem, bármelyik magazintel tudom kérni. Lehetséges, igen, hogy ezután majd a férfi magazinok főszerkesztői azonnal megcsörgetik a telefonodat. Nem. Hát nyaraltam, de mondjuk nagyon fura volt, mert a helyiek már téli kabátban vittek minket kis busztal a tengerpartra, meg téli kabátban sapkával sárban tebegeltek, én meg épp égtem le a napon. Nem tudom, hogy hány fok volt, de ha leégtem egyszer, akkor annyira hideg végül is nem lehetett, de nekik az már tél volt. De énekelgettél is, ha jól tudom, mert ez úgy... Hát én énekelgettem már egy idő után boldog-boldogtalannak, minden este voltak ilyen műsorok lenn ott a szállodának az alaksorában, és hát egy idő után már nem bírtam, úgyhogy nekem is kellett énekelnem, voltak animátorok, énekeltünk mindenkinek. De utána a számlát kitöltötted annak rendjés módja szerint, nem? Tehát hát muszáj volt, igen. Na, jól van, és hogy tetszett a helyi közönségnek? Hát nem voltak már sokan a szállodában, de így igyekeztek velünk barátkozni. Nem, úgyhogy remélem, ember. Igen, az a 3-4 ember még utána is barátkozott velem, úgyhogy olyan baj nem lehetett, olyan nagy baj nem lehetett, de egyébként nagyon barátságosak voltak. Engem mexikóinak néztek, fiúkat folyamatosan németnek. Igen. És ők táncoltak az előadásokon? Vagy? Nem sikerült őket rávenni. Ja, nem. Ők is sokat ittak és összeakat találunk. Nem, de ott a helyi animátorok táncoltak eleget. Nagyon fura volt az, hogy nem mi léptünk fel, hanem nézhettük a műsort, és ez ilyen üdítő volt, és nekem nagyon tetszett. Amikor nem te állsz a színpadon, hanem te igen, is igen, fura nézel. Volt, de jó volt, nagyon tetszett. Ez az egy hét elég volt arra, hogy kipihend az éves fáradalmakat? Hát ez egy ilyen buli hét volt. De egyébként elég volt, mert végül is nem kellett felkelni korán, aludhattam sokáig. A kajával annyira nem voltam kibékülve, de mióta hazajöttem, azóta próbálom folyamatosan bepótolni. Ha gondolod, meg tudunk kínálni egy még is komára. Még haza is, köszönöm. Lola, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és örülünk, hogy beszámoltál elő a tunéziai vakációról. Köszönjük szépen, visszavárunk. Most pedig Katus Attila következik, mert hogy segít önöknek, hogy miben nézzék csak.